A Füzesabonyi Középiskola idén is csatlakozott a Szakmák Éjszakája elnevezésű országos programsorozathoz. A cél, hogy a diákok már egészen korán megismerhessék azokat a versenyképes szakmákat, amelyeket az intézményben oktatnak. Minden gyermekben felvetődik előbb-utóbb a kérdés, mi legyek, ha nagy leszek? Azok talán már közelebb jutottak a válasz megfogalmazásához, akik ellátogattak a Reményik Zsigmond szakgimnázium Szakmák Éjszakája rendezvényére. Az esti programokon több mint 150-en vettek részt. A helyi általános iskolásokon kívül a környék több településéről is érkeztek diákok. A programokat igyekeztünk úgy összeállítani és megválogatni, hogy mindenki megtalálja a saját maga érdeklődését, illetve a kicsik is, minden korosztály ugye megtalálja a számára szimpatikus feladatokat, illetve elfoglaltságokat. Ugye a nagyok számára szerveztünk üzemlátogatásokat, mint aktív programokat, ezáltal ugye betekintést nyerhetnek a vízműbe, illetve a helyi két nagy cég, a DSMIS, illetve a Pigopak üzemegységeivel, csarnokaival is bemehetnek. A tantermekben bemutatták a középiskola teljes képzési palettáját. Igyekeztünk minden nálunk oktatott szakmát úgy bemutatni, hogy azt ki is tudják próbálni a hozzánk ellátogatók. Itt kiemelt hangsúly kapott az informatika, ezen belül is ilyen LEGO robotokat lehet programozni, ezeknek a működését lehet megnézni, működési elveit megismerni, illetve vannak játékos programozási feladatok is. Ezen kívül ugye a logisztikusok is ugye megtekintetik a kamionokat, illetve megismerhetik az árufogadozásnak a módjait. De szintén a közgazdaságon tanulók, vagy az ügyviteli ágazaton tanulók is betekintést nyerhetnek akár a média világában, akár a pénzpiac mozgásában. A résztvevők nem csak megismerkedhettek egy-egy képzéssel, hanem bele is kóstolhattak. Például a LEGO robot programozásba. Gyakorlatilag ugye egy nagyon pici görbületi sugáron is végig tud fordulni, tehát gondolj bele, hogy ha van egy autópálya, azon végig kell haladni ennek a robotnak. Google Street View. És nézd, tehát az úton való haladás, illetve amit láttál a Vine-nak, tehát az, a Google-nak az autóját, az elején a indító videóban, ugye azt tudja ezt csinálni. És ugye elindul, megy tovább, egyet próbáld ki. Az autó megáll az akadályok előtt, és érzékeli, hogy mi a helyzet. Nagyon kicsike részekből áll, és nagyon nehéz őket összeilleszteni. És hogy egy valamit egy kicsit arrébb raksz, már is az egész nem lehet használni, vagy nehezen. Van egy ilyen útmutató hozzá, ami segít ebben, hogy hogyan kell összeragni, és nagyon sok kicsike részekből áll. Az informatika oktatás a középiskola egyik legnagyobb múltú képzésének számít. Az itt tanuló diákok közül többen is a legjobbak között voltak az országos, illetve a nemzetközi szakmai versenyeken. Ebben a teremben egy különlegességet láthatnak. Iskolánk a januárban kapott a LEGO robotokat, és ezeket a LEGO robotokat mutatjuk be, hogyan lehet őket programozni, hogyan lehet használni őket. És különlegessége az egésznek az, hogy ennek a robotnak a segítségével úgy lehet megtanulni programozni, hogy élmény a programozás. Tehát történetesen a gyerek látja, hogy mit csinál az eszköz, tehát az adott utasításra hogy reagál. Nyilván, ha ezt látja, akkor jobban tudja korrigálni a programjait, és egy idő után ugye élményé válik az, hogy ő programot ír, és megtanítja a robotot arra a feladatra, amire éppen szeretné. A Füzesabonyi Média Kft. Már a tavalyi rendezvényen is jelen volt. Interaktív bemutatójuk az idén is nagy sikert aratott. Hoztunk ma kamerát, például a fiatalok ki tudják próbálni, hogy milyen az, amikor stúdióban például felkonfot mondanak, és lehet őket látni a televízióban. Úgy látom, hogy ez nagyon népszerű, szeretik magukat visszanézni ezen az eszközön. Van kvízjáték, hogyha helyesen válaszolnak ezek a médiával kapcsolatos, illetve a várossal kapcsolatos kérdések, akkor kapnak valamilyen jutalmat. Bemutatjuk a patentújságot, amit szintén a Média Kft. Szerkeszt, és online-ban is meg tudják nézni azokat a szolgáltatásokat, amivel foglalkozik a Média Kft. Én magam is meglepődtem, hogy mennyi minden volt már itt az elmúlt két évben, ami tulajdonképpen a mi eszközünk. Úgyhogy így a szolgáltatások mellett találnak a fiatalok itt rajzászlót, ugye a klasszikus legyentánc fesztiválnak a kellékeit, karkötőt, táskát, de van fejdísz is, amit
tudnak a fiatalok kipróbálni, úgyhogy szerintem eléggé sokrétű az a tevékenység, illetve az a szolgáltatás, amit itt megnézhetnek és kipróbálhatnak az érdeklődők. Szihalomról 24 diák jött el a rendezvényre. Szerencsére nagyon népszerű ez az iskola a mi tanulóink körében, mert tavaly is részt vettünk a Szakmák Éjszakája programjain, és most is nagyon szívesen jöttek a gyerekek. Ők kérdezték, hogy mikor lesz, illetve milyen programok lesznek. Tudatosan jöttek most többen, célzottan a gyárak miatt, viszont nagyon sokan az iskolában megtartott programok miatt jöttek csak. Mostani 8-osaink közül öten jelentkeztek ebbe az iskolába, a tavalyiak közül is öten nyertek ide sikeresen felvételt, úgyhogy általában hogy egy osztálynak körülbelül a 40%, a 30-40%-át érdekli ez az iskola. A programokat megtekintették a város vezetői is. Nagy Csaba polgármester elmondta, kiemelten fontos számukra a helyi középiskola színvonalas működése. Emlékezünk vissza 2014-es választásokkor, még ezt az iskolát a megszűnés réme fenyegette, mi akkor azt ígértük, hogy megmentettük. Ez az akció olyan sikeres lett, hogy egy jól működő iskolát sikerült kialakítani, ahol folyamatosan nő a tanulói létszám, és olyan szakmákat is oktatnak már, amik hiány szakmának minősülnek, gondolok itt a informatikára és a logisztikára. Az utóbbira is nagyon fontos itt a településünk életében, hiszen nagy terveink vannak. Ipari parkot akarunk kialakítani, oda különböző gyárakat szeretnénk behozni, és szeretnénk egy logisztikai központot létrehozni, és ehhez is igazodik ez az oktatás. Így minden segítséget meg fogunk adni a továbbiakban is az iskolának.